Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, én Szabó Petra vagyok, ez pedig a Kék Lámpások a Köztérben. Elindult a Maroshegyi tűzőrség. A Székesfehérvári Tűzoltó Egyesület 24 órában vigyáz az ipari park és a városrészben élők biztonságára. A Fehérvári Tűzoltó Egyesület egyenruhásai most újabb mérföldkőhöz érkeztek. Létesítményi tűzoltók lettek, ami azt jelenti, hogy megalakult az Alba tűzőrség, és naponta hatan 24 órás szolgálatban vigyáznak a környék biztonságára. Korábbi évek támogatásának köszönhetően, mert az önkormányzattól kaptunk, lehetővé tette a tűzoltó egyesületünk stabil működését, így az egyéb munkákból származó bevételeket nem a működésre, hanem a fejlesztésre tudtuk fordítani. Elértük azt a szakmai színvonalat és az eszközeinknek azt a színvonalát, hogy ma már létesítmény tűzoltósági feladatokat is el tudunk látni. Itt a közeli ipari parkban látunk el ilyen feladatokat, illetve az Ikarusz ipari parknak is köszönettel tartozunk, ahol vagyunk, hiszen egy olyan kellemes konstrukcióval tudunk mi itt lenni, hogy közben segítséget tudunk nyújtani a itt helyben lévő passzív tűzvédelmi eszközök felülvizsgálatában és felügyeletében is. A város polgármestere első alkalommal látogatta meg a maroshegyi laktanyát. Mint Cserpalkovics András fogalmazott, a tűzőrség megalakulásával a városrész biztonságosabbá válik, és a szabadnapos tűzoltók is a hivatásoknak élhetnek. Az is nagyon fontos szempont, hogy azt is el tudjuk érni, hogy a hivatásos tűzoltók, azok a szabadidejükben nem más munka után néznek, hanem azt végzik, amit szeretnek, ami az ő hivatásuk, és amiben ők profik. Ebben az esetben ezen egyesületen keresztül van lehetőség arra, hogy ők a szabadidőjükben is tűzoltóként tudjanak dolgozni. Székesfehérvár testvérvárosa, Schwäbisch-Gmünd az egyesület elkötelezett támogatója. Az egyik ottani tűzoltósági vezető idén 70. alkalommal utazott el városunkba. Ez alkalomból az egyesület vezetője és a polgármester köszöntötte őt. Megszólaltak a városban a szirének, a helyi védelmi bizottság tartott gyakorlatot. Székesfehérvár külső védelmi tervét vették át 2018-ban és a közreműködő szervezetek együttműködésével. A városban minden évben tart a gyakorlatot a helyi védelmi bizottság, most teljes külső védelmi helyzetet imitáltak a közreműködő szervezetekkel együtt. Székesfehérvár védelmi szakemberei a hívó sziréna szót követően fél órán belül a tanácskozás helyszínén voltak. A feladatok különböznek veszélyhelyzetben, a tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem szakemberei azonnal a helyszínre indulnak, míg a helyi védelmi bizottság a további teendőket tárgyalja meg. A helyi védelmi bizottság nyilván az összeülést követően egy fél óra után kezd olyan további döntéseket hozni, amely a lakosság katasztrófa helyzetben bekövetkezett további elhelyezését, illetve a katasztrófa tovább terjedését fogja megakadályozni, illetve más településekre való eljutását. Tehát a mi szerepünk az nem az adhok ottani beavatkozásé, hanem a már kiterjedt katasztrófa helyzetnek a kezelése. Az idei védelmi gyakorlat 4 részből állt. Az első volt a bizottság tagjainak összehívása. Aztán az elméleti tanácskozás kezdődött. A városban az általános iskolák diákjai a sziréna hangjára kivonultak az intézményekből. Ez a sziréna pedig már egy nagyon veszélyesnek számító üzemnél szól. Az egész városban hallották ezt a hangot. Itt azt gyakorolták a dolgozók, a tűzoltóság és a katasztrófavédelem szakemberei, hogy mit tudnak tenni, ha az üzemből kikerül a vészhelyzet. Feltételezés szerint egy propánbután gázszállított tartálykocsi gyulladt ki, és az üzem dolgozóival közösen, akik már a fehérvári tűzoltók kiérkezésének időpontjában megkezdték a beavatkozást, átveszik a tűzoltás vezetését, a mentési beavatkozás irányítását, és közösen számolják fel ezt a veszélyhelyzetet. A lakossági tájékoztató rendszerben 10 óra 50 és 11 óra 40 perckor adták le a jeleket, amelyeket valós eseménykor is leadnának. A rendszer működőképességét tesztelik ilyenkor a szakemberek. Az üzemi gyakorlat során tapasztalatokat gyűjtenek, amelyekből a Védelmi Bizottság levonja a következtetéseket. Lánglovagok címmel Kopán Viktor Dávid fotóiból nyílt kiállítás a Budai úti könyvtárban. A tárlat a tűzoltók mindennapjaiba enged betekintést a fotók segítségével. A
érdekes és izgalmas fotókiállításnak adott otthont a Budai úti könyvtár. A tárlaton Koppán Viktor Dávid, a Fejér megyei Hírlap fotóriportere, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnökének tűzoltókat ábrázoló képeit tekintették meg a látogatók. Ezek az elmúlt 10 év fotóriporteri munkásságomból való képek, de hát itt csak hivatásos tűzoltók vannak azért, mert amikor az egyesülettel dolgozok, akkor egészen más eszközök, szerszámok vannak a kezemben, és nem fényképezőgép, úgyhogy sajnos a mi tűzoltó egyesületeket nem tudom úgy fényképezni, ahogy a hivatásos munkáját, de igyekszünk ezt a hozzáállásunkkal segíteni, a karásunkkal ellensúlyozni. Az érdeklődők a képek segítségével betekintést nyerhettek a tűzoltók mindennapi életébe, amikor is számos alkalommal értünk teszik kockára biztonságokat. Van egy valami plusz, ami erre a pályára irányítja az embereket, a segíteni akarás, a bátorság, egy kis vagányság, nem is tudom, hogy fogalmazzam, de nagyon jól bemutatta a mi tevékenységünket a maga a vers, és én úgy gondolom, én ezt a fotógyűjteményt láttam már, hogy kifejezetten olyan fotók vannak, kiválóak van, amelyek igazán átadják azt a munkát, azt a hivatást, mint a tűzoltók végeznek. Ami különösen izgalmassá tette a fotókat, az a pillanat varázsa, amelyet az adott időpontban elkapott, és a professzionálisan megörökített események feldolgozása ad vissza nekünk. A tűzoltók is emberek, ugyanúgy hétköznapi emberek, mint bárki más. Kívülről ez egy kicsit romantikus és egy kicsit zárt világ. Aki belekerül, akár tűzoltóként, akár külsősként, bár én most már úgy gondolok a Viktorra, mint teljes mértékben belsős szakember, megtapasztalja, hogy a tűzoltó is reggel, amikor otthon felkel és ott hagyja a családját, egy gyermekét, két gyermekét, három gyermekét, mennyasszonyát, feleségét, édesanyját, édesapját, bárkit, akit hozzá közel áll, sose úgy megy szolgálatba, hogy ő nem fog hazamenni. Az érdeklődők megtapasztalhatták, a fotóriporter szakavatott szemmel igyekszik minden fontos eseménynél jelen lenni és beszámolni róla. Az ő esetében valóban megállja a helyét az a megfogalmazás, hogy igazán közel volt a tűzhöz. Csak néhány másodpercre nézett bele a mustgőzös edénybe az a férfi, akihez mustgázmérgezés miatt hívtak mentőt családtagjai. Akár tragédia is történhetett volna a pincében. Óvatosságra intik a tűzoltók azokat, akik borászkodnak. Ide a Budai út egyik családi házához kaptak riasztást tegnap a mentők és a tűzoltók. A ház pincéjében egy férfi felemelte a mustot tartalmazó edény fedelét, és egyetlen másodperc alatt rosszul lett. A felesége hívta a szakembereket, így a helyzetfelismerésnek, a gyorsan érkező segítségnek köszönhető, hogy nem történt tragédia. A szakemberek óvatosságra hívják fel minden borász figyelmét. Fejér megyében az elmúlt 2 hétben már 3 bejelentés érkezett mustgázzal kapcsolatban, mindhárom esetben valós volt a bejelentés, tehát tűzoltóink is több alkalommal mustgáz, illetve széndioxid koncentrációt mértek a helyiségben. A mustgáz tulajdonképpen széndioxid, melynek veszélye abban rejlik, hogy kiszorítja a zárt térben a levegő oxigén tartalmát, egy oxigénhiányos környezetet hoz létre, melyet belélegezve hirtelen rosszuléthez, fejfájásos szédüléshez, súlyosabb esetben eszméletvesztéshez és fulladásos halálhoz vezethet. Ezekben a hetekben még a legrutinosabb borászoknak is számolniuk kell a mustgáz veszélyével. Éppen ezért mindenkinek azt javasoljuk, aki olyan pincébe, zárt térbe megy le, ahol forra must, minden esetben gyújtsunk gyertyát. Ezek a balesetek ugyanis egy nagyon egyszerű, közismert, hagyományos módszerrel, a gyertyás módszerrel megelőzhetőek. Egy nagyon fontos tudnivaló van ezzel kapcsolatban, hogy a gyertyát derékmagasság alatt tartsuk, körülbelül a testünktől 1 méter távolságban, és abban a pillanatban, amikor lehaladva kialszik a gyertya lángja, azonnal el kell hagyni a helyiséget, mert ez azt jelenti, hogy nincsen elegendő oxigén a pincében ahhoz, hogy ott biztonságosan tartózkodjunk. Mozgásban korlátozottá válik, nincs menekülésre lehetősége. Megbotlik, elesik, közelebb kerül a gázhoz, hisz tudni kell, de ezek a gáznak a fajsúlya hosszabb, mint nehezen, mint a levegője, tehát lendülik össze, mondjuk egy 1,5 méteres magasságba létezik a legveszélyesebb állapot. Na most ezért én megmutatom, viszonylag primitív módszerrel, de úgy gondolom, hogy hasznos mindenképpen, hogy aki lemegy a pincéjébe, ezt az egyszerű módszert mindenképpen fontos alkalmazni. Tehát én, van ez a könnyű széles deszkaféleség, ezt magam elé tartom,
és ezzel szépen ballagok lefele. Függetlenül attól, hogy mit érzek, mit nem érzek, felkészülve arra, hogy érhet kellemetlen dolog. Ha megtörténik a baj, tehát azt veszük észre, hogy ismerősünk, hozzátartozunk, hosszabb ideje a pincében tartózkodik, hívásunkra nem felel, haladéktalanul tűzoltói segítséget kérjünk a 112-es segélyhívószámon, mert a musgázmérgezett személyek, emberek mentése csak olyan formában történhet, hogy ettől a pince levegőjétől független légzőkészüléket viselő tűzoltó tudja őt kihozni, mert különben a segítségére siető ember is könnyen a musgáz áldozatává eshet. Tűzoltóink minden esetben teljes védőfelszerelésben, légzőkészülékben hatolnak le a pincébe. Ez azért fontos, mert a tűzoltók légzőkészüléke az a környezeti levegőtől független, tehát a hátukon van még egy sűrített levegős légzőpalack, és ebből a levegőből táplálkoznak tulajdonképpen ők, így haladnak le a pincébe, tehát a pince légteréből levegőt nem szívnak be, és így teljes légzőkészülékben kötélbiztosítás mellett haladnak le az alagsori helyiségbe, a kötélbiztosításra pedig azért van szükség, mert ha egy hosszabb pincéről, kacskaringos pincéről van szó, akkor sötétben is nagyon gyorsan visszatalálnak, illetve így biztonságos az ő kijutásuk is. Minden esetben gázmérő műszerrel méréseket végeznek a kollégáim, ez tulajdonképpen nem a széndioxid szintet méri, hanem a levegő oxigén szintjét méri, tehát egy iránymutató. A levegő oxigén szintje normál esetben 21 térfogat százalék, a Fejér megyei esetekben két alkalommal is 15, illetve 16 térfogat százalékos csökkentett oxigén szintet mértek, mert mindkét esetben már súlyos oxigénhiányos állapot volt. Ilyen két fontos eset történt, azt gondolom, így az utóbbi időben. Mi jellemezte ezeket az eseteket? Az első eset Soponyán történt, ahol a helyszínen tartózkodók sikeresen kimentették a musgázmérgezett szemét, viszont őt a mentők már életveszélyes állapotban szállították kórházba. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók egy nagyon alacsony 16 térfogat százalékos oxigénszintet mértek a borospince levegőjében. A második eset szerencsésnek mondható, ott a pince tulajdonosa gondolta veszélyre, viszont lent felejtette korábban a kulcsait, a lakáskulcsát, a gépjármű kulcsát a pincébe, és nem tudott lemenni már a musgázos környezetbe a kulcsaiért, ezért a katasztrófavédelem segítségéhez fordult, és végül a sárbogárdi hivatásos tűzoltók légzőkészülékben adták vissza a kulcsokat, és valóban itt is 15%-os oxigénszintet mértek a pincében. A harmadik eset pedig a héten történt Székesfehérváron a Budai úton, ahol magában a pincében a szellőztetés és véget már széndioxid szint nem volt magas, tehát nem volt csökkentett oxigén szint a pincében, viszont a helyszínen tartózkodók elmondása szerint az idős férfi beleszagolt tulajdonképpen a forró mustot tároló edénybe, hirtelen megcsapta ez a széndioxidos gőz, azonnal rosszul lett, elesett, felesége felismerő a veszélyhelyzetet, ki tudta kísérni az épületből, és értesítették a mentőket, illetve a tűzoltókat is, és őt kivizsgálásra szállították tulajdonképpen kórházba enyhébb musgázmérgezéssel, mert a mentők tájékoztatása szerint valóban musgázmérgezés szenvedett egy pillanat alatt tulajdonképpen. Ez egy látványos része az eredésnek, ez egy úgynevezett vaderjesztéses folyamat, amikor a saját természetes mi voltjában a benne lévő különböző anyagok miatt elindul az erjedési folyamat. Tehát itt beavatkozás nincs az erjesztésben. Ez az alapvető különbség a reduktív technológiához képest, ugye ez a úgynevezett hordós vagy hagyományos erjesztési módszer. Általában a mustok, főleg ha meleg idő van, akkor és melegen szüretelik, akkor előfordul, hogy szinte már a szüretet követően, vagy ahogy a mustot leteszik, már elindul az erjedési folyamat a meleg miatt. Most itt hűtés nincs, itt csak a pince hideg van, tehát maga a must nincsen hűtve. Tehát az azt jelenti, hogy beindul az eredés, keletkezik ez a mustgáz jön fölfele, és ez a kis úgynevezett kotyogó, ez egy bizonyos szintig, mondjuk kétharmadig, itt látszik, egy jópofa megoldás, ilyen kanyarral van ellátva, tehát a gáz itt szépen följön, lejön ebbe a vizes részbe, a vizen keresztül átnyomja
ugye a nyomás miatt átjön a gáz, kijön, és a víz lezárja, tehát hogy itt oxidáció visszafele nincs, tehát levegő nem tud lemenni. Tehát csak a gáz tud eljönni. Mielőtt az ember elkezd szüretelni, tulajdonképpen előkészíti hozzá azokat az eszközöket, amire szüksége van, felkészíti saját magát és felkészíti a pincéjét is arra az alkalomra, hogy ezt lehetőleg balesetmentesen végig lehessen vinni. Amikor már a szüret megtörténik és mondjuk a must lekerül a pincébe, az eredés időszaka az több mindentől függ, de azt merem mondani, hogy mondjuk néhány naptól kezdődően akár 2-3 hétig is eltarthat maga ez az erjedési folyamat. Tehát ezt nem lehet megmondani, ez sok mindentől függ, hogy mi az az időpont, amikor biztonságosan, talán gyertyás egyéb nélkül le lehet menni a vége az erjedésnek, és tulajdonképpen rendben minden. De ez minimum 2-3 hét. Mi az, ami ilyenkor történik a musttal, és miért is annyira veszélyes ez az időszak? Hát ugye egy erjedési folyamat zajlik le, és széndioxid keletkezik. Ez a mustgáz, ez fajsúlyát tekintve is nehezebb, mint a levegő. Ugye ilyen 40-50 centire lerakódik általában, vagy attól függ, hogy milyen mennyiségű gáz keletkezik a helyiségbe. És rendkívül veszélyes, ugyanis oxigént von el a levegőből, és amennyiben az oxigén mennyisége lecsökken, ez a mustgáz pedig olyan hihetetlen hatást vált ki a szervezetben, mint említettem, én egyszer áttestem egy ilyen dolgon szerencsére, hogy időben észreltem a helyzetet, hogy ha beszívja ezt a mustgázt, tulajdonképpen egy olyan bénító hatása van, hogy onnan szinte alig lehet elmenekülni. Ugye a legjobb az lenne, hogyha ebből a 2-3 hétben, amíg az erjedési időszak van, nem menne le a borász, de nyilván le kell mennie azért a pincébe. Mit tegyen meg ilyenkor a borász, hogy életben maradjon, ne történjen semmilyen tragédia? Hát ugye először is nagyon fontos kérdés az, hogy mekkora pincéről és milyen bormennyiségről, vagy mustmennyiségről beszélünk. Ugyanis ezek a úgynevezett régi típusú falusi 4-5 méteres pincék, ebbe ha mondjuk egy 500 liter must erjed, ott semmi esély. Tehát ott oda nem szabad, egyszerűen nem szabad lemenni, főleg akkor, hogyha az csak a hagyományos szellőzés van. Hát a hagyományos szellőző van, hogy két szellőző vagy egy, az tulajdonképpen azt a légcserét nem csinálja meg, hogy oda biztonsággal le lehessen menni. Ezért én mindenképp azt tudom mondani, aki teheti, az vagy elszívó lehetőséget biztosítson, mint ahogy nálam is látszik a pincébe, hogy mi ugye, ha nem is túl nagy mennyiségű mustat erjesztünk, de több alkalommal szüretelünk, nekünk az egy fontos kérdés, hogy le tudjunk menni a pincébe hetente, vagy éppen 5 naponta, ezért folyamatosan olyan levegőt kell biztosítanunk, hogy mi biztonsággal tudjuk a munkánkat végezni. Ezt csak elszívóval és átszellőztetéssel lehet biztosítani. De rögtön hozzáteszem, hogy ezt is óvatosan, tehát egy nap kezdetekor, amikor a munkát mondjuk elkezdjük, mindenképpen meg kell győződnünk. Ezzel a hagyományos módszer egyszer gyertyát kell gyújtani, és meg kell nézni, hogy biztonsággal mehetünk-e, vagy nem. Hogyan történt önnel az eset, amikor lement a pincébe és érezte, hogy valami nem oké? Hát ugye az én pincém egy L-alakú, viszonylag nagyobb pince, és akkor az L-nek a belső része, tehát az udvar felüli részében hordós technológiával borászkodtam, és abban erjesztettem a mustot. Tehát az történt, hogy én lejöttem itt a lemenő szakaszon, itt ugyan enyhén éreztem, hogy van egy kis gáz, de én úgy gondoltam, hogy ez nekem nem probléma. Igen, nem. Csak beértem abba a helységbe, ahol erjedt tulajdonképpen maga a must, és ahogy beléptem, ott megcsapott engem ez a mustgáz álló helyzetben. Tehát ugye azt kell mondjam, amikor nagyon tömény lehetett, és egyszerűen olyan hihetetlen mennyiségű, mintha melbevágtak volna. Tehát egy elképesztő furcsa érzés, hogy az ember ledermeszti szinte az első levegő vétel, és akkor éreztem, nekem minden menekülnöm kell. És volt annyi, hogy még csak levegőt se vettem, visszafogtam mindenki, se próbáltam, és szaladtam föl a lépcsőn, és amikor fölértem, akkor kapkodtam a levegőt, alig értem, alig tudtam levegőt venni utána. Tehát nagyon nehezen tértem magamhoz. De szerencsére így megúsztam. Igen, de akkor megfogadtam, hogy soha többet nem ilyet. Arra, hogy majd mit érzek, mit nem érzek, az nem elégséges. Talán még egy dologra mindenképpen felhívom a figyelmet, hisz nem megbántva senkit.
csak azt tudom mondani, akármilyen mennyiségű mosgáz van a pincébe, lehetőleg ittas állapotba. Felejts el mindenki, hogy oda lemenjen abba a pincébe. Tehát ez én a legnagyobb veszélynek ezt tartom, őszintén megmondom. Hisz cselekvő képességben korlátozottabb lesz. Ha menekülnie kell, lehet, hogy nem azok a reakciói. Tehát az egyik legbiztonságosabb dolog, hogy eszébe se jusson lemenni ittosan senkinek a pincébe. Ha ezt megteszi, akkor pedig hát attól függ, hogy milyen állapotban van a gyertyás ellenőrzés nélkül. Ne tegye meg. Egy lépés ne tegyen senki. A szakemberek szerint a legfontosabb tanács, hogy a gyertyás teszt nélkül senki ne induljon le a pincébe a must erjedésének ideje alatt. Emellett biztonságos megoldás egy elszívó beépítése és az átszellőztetés biztosítása is. Így elkerülhetőek a tragikus halálesetek. A rendőrök mellett polgárőrök és közterületfelügyelők segítik az átkelést az iskolák környékén. Becsengettek, elkezdődött az iskolakezdési kampány is. Szeptember 3-án reggel becsengettek, és csak úgy, mint a korábbi években, idén is egyenruhások irányítják a forgalmat reggelente az iskolák környékén. A tanévkezdés idejére időzített akció célja a balesetek megelőzése. A polgárőrök segítik az átkelést a Balatoni úton. Az első tanítási nappal elkezdődött a rendőrség közlekedésbiztonsági kampánya, amelyben az egyenruhásokat a közterületfelügyelet és a polgárőrség segíti. Utóbbi egy saját akcióval csatlakozott. Nézz körül! Ez áll az aszfalton a városban, közel 10 zebránál. Az Országos Polgárőr Szövetség fogad Györökbe egy zebrát programjával az úton való biztonságos átkelés fontosságára hívja fel a közlekedők figyelmét. Most már lassan az országban közel 200 olyan gyalogátkelőhely van, ahol egyrészt ez a grafika megjelent, másrészt a polgárőrök örökbe fogadták, és jobban odafigyelnek ezekre a gyalogátkelőhelyekre, és főleg ezek iskolák környékén vannak. De persze a polgárőrök nem csak ilyenkor járnak nyitott szemmel, már korábban megkezdték a felkészülést az iskola kezdésre. Körbenézik a közút szakembereivel, rendőrökkel együtt közösen, hogy az iskolák környékén rendben van-e minden, tényleg biztonságban tudnak a gyerekek közlekedni. Ez vonatkozik a forgalomtechnikai jelzésekre, a gyalogátkelőhelyekre és egyéb más dolgokra is. És amikor elkezdődik az iskola, akkor effektíve, ott vannak a rendőrökkel együtt, és segítenek a gyerekeknek a biztonságos átkelésben a gyalogátkelő helyeken. És hát ehhez kötődik, vagy ehhez kapcsolódik egy 3 évvel ezelőtt elindított program a polgárőrségen belül, ez a Fogadj Györökbe egy zebrát. Sokszor hangzik el ez a Fogadj Györökbe, itt most nem állatról van szó, hanem egy gyalogátkelő helyről. És ez végül is azt akarja, a lényege ennek az egész programnak az, hogy iskolák környékén kiválasztanak gyalogátkelő helyeket a polgárőrök, értelemszerűen szintén a rendőrökkel közösen, és erre a polgárőrök nagyobb figyelmet fordítanak, és főleg az iskola kezdés és az iskola időszaka alatt megnézik, hogy a gyalogátkelő helyek rendben vannak-e. Ha esetleg valamiféle hiányosság adódik, azt jelzik a közútkezelőnek, és akkor, amikor a gyerekek mennek iskolába, vagy iskolából hazafelé, akkor segítenek a biztonságos átkelésben. Ehhez még párosul egy járdagrafika, ami néz körül, ez a járdagrafikának a szlogenje, arra hívja fel a gyalogosok figyelmét, hogy akkor, amikor a gyalogátkelő helynél állnak, akkor tényleg alaposan nézzenek körül, hogy nem jön-e
egy gépkocsi a közelben, mert hát, hogyha féktávolságon belül lép le valaki, hiába van elsőbsége a gyalog átkelő helyen, attól még a gépkocsi nem fog tudni megállni. Tehát így komplex és így komplett ez a program. A rendőrség akciójának célja, hogy a szeptemberi iskola kezdés idején megelőzzék a baleseteket az oktatási intézmények környékén. Ugyanis nyáron a gyerekek elszoknak a közlekedéstől, az autósok pedig attól, hogy reggelente több ezer gyerkőc indul iskolába. Gyalogátkelő helyeken, illetve olyan helyeken, ahol megnövekedett forgalom miatt az iskolába igyekvő gyermekeket segíteni kell, abban az esetben vagy rendőr, vagy polgárőr, vagy közterületfelügyelő, vagy közösen látunk el szolgálatokat. Itt a megyei szinten is elég jelentős helyszíneken vagyunk, ami a lényeg balesetek megelőzése, gyerekek segítése, de itt a közterületfelügyelőkön és a polgárőrökön kívül nagyon nagyban számítunk a járművezetőkre, közlekedés többi résztvevőire, hogy igenis vegyék tudomásul. Szeptember van, gyerekek a hosszú szünidő után megindulnak egy viszonylag kötöttebb dologba az iskolába, és az a forgalom, ami a nyári időszakban ugye nem láttunk gyereket a környéken, most hirtelen megjelennek a gyerekek, megjelennek a szülők, akiktől szintén kérünk segítséget abba, hogy a gyerekeket készítsék fel erre a megváltozott körülményre. Egyrészt az ugye, hogy most már ugye az időjárás sem mindig fogadja kegyeibe az iskolába indulókat, másrészt pedig a forgalom nagysága miatt bizonyos helyzetekben igenis türelemmel kell viselkedni, hiszen néha lehet, hogy csak 10 másodpercet kell várni egy-egy bizonyos szituációba, vagy legyen akár fél perc is, ez vonatkozik a járművezetőkre is, de ezzel el tudunk kerülni baleseteket. A baleset megelőzés mellett a bűnmegelőzésre is fokozott figyelmet kell fordítani ebben az időszakban. A gyerkőcöknek fontos megtanítani, hogy ne álljanak szóba idegenekkel az iskola környékén, másrészt az autóban hagyott értékek is veszélybe kerülhetnek. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon körültekintőek már, hiszen megfogadják ezeket a tanácsokat, és nyilván hitelesebb szemétől, mint a rendőrtől hallják. Én úgy gondolom, hogy a szülők is elmondják, de úgy, mint a gyerekek, hogy a szülőktől hallják nap, mint nap, nem biztos, hogy annyira megmarad, de a felnőttek kapcsán, mint rendőrök, hiteles személyként, ha mi ezt elmondjuk nekik, én úgy gondolom, hogy igen, ez egy nagyon fontos kérdés, és meg is fogadják, és én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nem megijedve, hanem határozottan el is kerülik ezeket az eseményeket, és szerencsére elmondható, hogy megyénkben ez azért nem gyakori, hogy a felnőttek leszólítják úgy a gyerekeket, hogy mondjuk itt mentek ilyen mendemondák, hogy elviszik őket, beültetik az autókba. A gyerekek ennél sokkal talpra esettebbek már, is ilyen nem fordul elő. Az a legnagyobb probléma, hogy ilyenkor a szülők is nagyon-nagyon sietnek. Nem gondolnak arra, hogy bizony egy-két perc is, vagy néhány másodperc is elég ahhoz, hogy a gépjárművet fel tudják törni. Azt gondolja, hogy bent hagyja az utastérben a laptopját, a telefonját, a GPS-t vagy a táskáját, kabátját, beszalad gyorsan, beviszi a gyereket az iskolába, bent hagyja a csomagtér helyett, nem helyezi oda ugye be, hanem ott hagyja az utastérben, és néhány másodperc alatt ezeket az értékeket el tudják tulajdonítani. Ezért nagyon fontos az, hogy akár egy parkolóban, akár az iskola parkolójában, vagy bevásárlóközpontokban mindig kerültekintően járjanak el a felnőttek, és ezzel példát mutatnak a gyerekeknek is, hiszen hogyha a vagyontárgyaikra felnőttek odafigyelnek, akkor a gyerekek is hasonlóan fognak eljárni, akár az iskolákban is. A rendőrségi figyelemfelkeltő akció szeptember végéig tart, de ezen kívül működik az ellenszer program a középiskolákban, az iskola rendőr program az általános iskolákban és az okicsarú program, amely a legkisebbeket veszi célba. Ezek célja, hogy az egyenruhások személyesen hívják fel a gyerkőcök figyelmét a lehetséges veszélyekre és az ilyenkor szükséges teendőkre. Kedves nézőink, ez volt már a Kék Lámpások a Köztérben. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!